Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Tüzet kevesebbet kellett oltaniuk, viharkárok helyreállításában viszont bőven volt dolgok a vármegyei katasztrófavédőknek tavaly. Jövünk a részletekkel hamarosan, előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Szobor avatás Tuzséron, bronzból készült alkotás Lónyai Menyhértről. Katasztrófavédelmi beszámoló, mozgalmasan telt a tavalyi év is. Bővülő középosztály, könyvbemutatót tartott György László kormánybiztos. Felavatták Lónyai Menyhért szobrát Tuzséron. A kiegyezés után pénzügyminiszterként, majd miniszterelnökként tevékenykedő politikus sok szálon kötődött a településhez. Bronzból készült egész alakos szobrát a Lónyai kastély közelében kialakított parkban helyezték el. Elindultam szép hazámból. Ünnepség Tuzséron. A településen Lónyai Menyhért szobrának avatására gyűltek össze a helyiek és a meghívottak. A falu, a református egyház és a lónyaiak élete évszázadokon keresztül összefonódott. A községben a család kastélyt is építtetett, a most elkészült szobor pedig az épület közelében kapott helyet. A település polgármestere elmondta, a köztéri alkotás avatása méltó lezárása annak a programsorozatnak, amely 2022-ben Lónyai születésének 200. évfordulóján indult. Mit jelent Tuzsér község életében a lónyai család? A lónyai család több mint 300 évig volt jelen a településen. A legutolsó tagja 1967-ben távozott el közülünk. Azt lehet mondani, hogy a falu, a református egyház és ennek a családnak az élete hosszú évszázadokon keresztül összefonódott. A dédapáink velük építették az első iskolát, a templomot, de még a községházát is, ahol állunk. És nagyon nehéz olyan épületet mondani, ahol nem lett volna jelen a, és a faluban nagyon sok mindent, ahol nem lett volna jelen a lónyaiak áldásos tevékenysége. Nagyon fontos szerepet játszott közülük Lónyai Menyhért, aki életének két szakaszában élt hosszabb ideig a településen. És nem csak azért fontos az ő jelenléte, mert pénzügyminiszter és miniszterelnök volt, hanem nyilván az áldásos tuzséri tevékenysége miatt. Neki köszönhetjük a községen átmenő vasúti fővonalat, illetve a Tisza szabályozásában is jelentős érdemei vannak, és Isten igazából ez a legfontosabb talán a településünk szempontjából, hiszen ha az első katonai felmérés térképeit nézzük, akkor Tuzsér egy mocsaras lápos terület volt, és amikor megváltozott a tájarculata a Tisza szabályozásnak köszönhetően 1873 után, akkor változott meg ez az arculat, és akkor nőtt meg a termőföldek aránya is a településen. Történet 2022. január 6-án indult a pénzügyminisztériumban, amikor is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei delegáció tagjaként részt vettem egy ünnepi eseményen, Lónyai Menyhért 200. születési évfordulójának ünnepén, és tulajdonképpen az érintett települések elmondhatták kéréseiket, kérelmeiket a Lónyai emlékével kapcsolatosan. Pénzügyminisztérium felé olyan kérelmünk volt, mivel híres személyisége volt a minisztériumnak pénzügyminiszterként, hogy egy egész alakos Lónyai Menyhért szobrot állíthassunk fel a település Lónyai kastélyától néhány méterre, egy olyan ingatlanon, amin egyébként szintén egy romos épület volt megtalálható, és a Lónyai emlékévnek köszönhetően meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlant, és Lónyai Parknak tudtuk elnevezni, és itt került felállításra a mostani szobor. Az ünnepségre több lónyai leszármazottat is meghívtak. A nagyanyám volt lónyai lány, és nagyon örültem annak, hogy egy ilyen felemelő és szép emlékévet, ami két évig tartott az emlékévet, szervezett a tuzséri önkormányzat, és megtisztelt engem is, hogy vegyek részt, a legtöbb rendezvényen ott voltam, és tényleg nagyon sok mindent megtanulhattak az emberek arról, akiről a Pesten talán csak a Lónyai utcát ismerik, vagy a Lónyai gimnáziumot, a környéken nyilván több mindent, de hát így országvilág előtt szerintem méltó emléket kapott az az ember, aki államférfiként
reformátusként és magyar hazafiként nagyon sokat tett az országért. Sezták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, a politikus a kiegyezés után számos fontos posztot töltött be. Pénzügyminiszterből az ország első számú embere lett. Lúnyai Menyhért nem csak szűkebb hazájáért, hanem az ország felemelkedéséért is sokat tett. Minden szoborállítás ünnepi és emelkedett pillanat, de különösképpen Lúnyai Menyhért szobra, hiszen igazán a település sajátjának, illetve a mai Szabolcs-Szatmár vármegyei sajátjának érezheti az ő államférfi nagyságát. Megyeház előtt már évtizedek óta áll az ő mellszobra. Ebből következik a vármegyének is, mennyire fontos az ő személye, és hát az méltó és igazságos, hogy a településen, amely leginkább kötődött a vármegyében, Tuzséron már egész alapos szobra őrzi az ő emlékét és emlékezetét, figyelmeztető jelként mindannyiunk számára, az ő életére, munkásságára és a követett eszményekre. A térség számos településének történetéhez kötődnek a lúnyaiak. A család legismertebb tagja pedig politikai pályáján túl több területen alkotott maradandót. Lúnyai Menyhért nevéhez köthető a Tisza szabályozása is térségünkben. Miután visszatér az emigrációból, mikor kegyelmet kap a 48-49-es forradalmi szabadságharc után, akkor kényszerlakhelyért jelölik ki Tuzsért. Nagyon jól érzi magát itt a gróf, hogy utána a központi székhely is ezen a településen lesz. A térség számára fontos, azért vagyunk itt mindannyian, a környező települések polgármester, és azok a települések is, mint Vásáros, amelyik a nevében hordozza a lúnyai nevet, hiszen a családot Vásáros, amely Kislúnyai, Nagylúnyai, Lúnyai Menyhértnek nevezték, illetve a család Vásáros naméről is kapta a nevét, és természetesen Lúnya, ahol a lúnyai kripta. Sajnos ott már kastély nincs, azt a kommunista rendszer alatt széthorták. A lúnyai tér kialakításához és a szobor megalkotásához a pénzügyminisztérium 32 millió forintos támogatást nyújtott az önkormányzatnak. Emellett a Magyar Falu programban nyert forrás is segítette a beruházást. Én is szeretnék köszönetet mondani országgyűlési képviselő úrnak, polgármester úrnak, a közalapítványnak, a szobor megalkotójának és a község valamennyi lakójának, akik segítettek abban, hogy ez a szobor létrejöhetett, és ezzel méltó lezárást adott a lúnyai 200 emlékévnek. Mindez mutatja a település közösségének immár több mint 800 éves történelmünk vérzivataros évszázadain áttartó képességét az összefogásra. Az élethű, egész alakos bronzszobor megalkotásában Borbás Márton szobrászművészt korabeli litográfiás eljárással készült képek segítették. Életeket mentenek, katasztrófákat előznek meg, tüzet oltanak, védelmi rendszert építenek, felszámolják a káros következményeket, és ha kell, helyreállítanak. Rendkívül széleskörű feladatokat lát el a katasztrófavédelem. A 2023-as év is mozgalmasan telt a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei igazgatóságnál. A részletekről Varga Béla igazgató, tűzoltó dandártábornok számol be. Jó estét kívánok! Köszönöm! Hogyan tudnák két mondattal összefoglalni a 2023-as évet? Mi az, amiben jelentősen különbözött, mint az előzőek? Nem mondanám, hogy különbözött a tavalyi évtől. Ez is egy rendes kis munkás év volt. Még begyűrözött még a ukrán-orosz háborúból a menekült helyzet. Még augusztusig foglalkoztunk ezzel, hiszen a idegenrendezési gyűjtőhelyről még mindig a menekülteket elhelyeztük kereskedelmi és magán szálláshelyeken. Azután ez a dolog már lecsendesedett, már nem jöttek igazából a menekültek, ezzel nem kellett tovább foglalkoznunk, de voltak jelentős tűzeseteink és műszaki mentéseink. A legnagyobb tűzünk egy 4-es kiemelt tűz volt, a hulladéklerakó gyűjtője Nyíregyházán, a 403-as út mentén, ahol kigyulladt a felhalmozott szemét, elhúzódó beavatkozás volt, több napon keresztül oltottuk. A legnagyobb műszaki mentésünk pedig szintén júliusban, ez egy kritikus hónap volt, Nagyecseden történt egy viharkár, ahol 4 napon keresztül 5 vármegye segítségével több mint 280 ember 70 technikai eszközzel folytattuk az ideiglenes helyreállítást, alaposan elvert a jég és a szél megtépázta a települést, és néhány, még 4-5 környező településen volt egy kevesebb kár.
Ezt úgy sikerült, ezt a káresetet felszámolni, hogy senkinek semmiféle baja nem történt, még csak egy körmese eset le, ami a legnagyobb fegyvertény számomra. Különböző típusú feladatai vannak a katasztrófavédelemnek. Ezeknek az aránya hogyan változott 2023-ban, gondolok itt a tűzesetek, a viharkárok, vagy a baleseti mentések aránya hogyan alakult? A tűzesetek száma több mint 1000 volt, jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest, 132%. Most a 2022-höz képest csökkent 23%. Igen, a 22-höz képest, bocsánat, már azóta sok idő eltelt. És az 5 éves átlaghoz képest is 50%-os csökkenést értünk el. Hát ez elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon sok napos száraz, illetve bocsánat, nagyon sok esős nap volt, és ezért a szabadtéri tűzesetek száma jelentős mértékben csökkent. A külterületeken, belterületeken nem okoztak olyan sok tüzet az állampolgárok, emiatt van ez a jelentős számcsökkenés. A műszaki esetek száma az stílusosan 2023 volt, ebből is a legnagyobb volt ez a nagyecsedi beavatkozás. Ezen kívül jelentős számú szénmonoxid mérgezés volt, 52 darab, ez mindig sok, bár csökkent a tavalyi évhez képest, 9 fő sérült meg és 2 fő halálozott el. Ami fontos az, hogy több mint 430 lakástűzben kaptunk jelzést, hogy egyetlen egy füstérzékelő volt ezekben az esetekben a lakásokban, tehát itt még van nagyon sok teendőnk, hiszen a füstérzékelő az időben tud jelezni, időben esetleg meg tudja kezdeni a tulajdonos az oltást, időben tudja hívni a segítséget, és van ideje elmenekülni. Tehát mindenképpen ajánlanám minden háztartásban egy füstjelzőnek a beszerzését. Hát a szénmonoxid, főleg ahol gázkészülőkkel fűtenek, ott mindenféleképpen szükséges lenne. Azt gondolom, különösen érdemes figyelni akkor, amikor szeles időjárás van. Én magam is beszereztem, a gyerekeimnek is beszereztem, mert ők is gázkazánnal fűtenek, és így vagyok nyugodt, hogy sőt, az egyik gyerekemnél meg is szólalt. Hogy látja a lakosság felelősségteljesebben gondolkodik tűzbiztonság szempontjából, vagy egyáltalán balesetvédelem szempontjából, vagy ebben nincs jelentős változás? Sajnos nem értünk el ezen a területen jelentős változást. Továbbra is hagyományoknak megfelelően egy picit az emberek szeretnek mind belterületen, mind külterületen égetni. Belterületen egyébként lehet is, amennyiben van önkormányzati rendelet. Az önkormányzati rendeletben le van írva, hogy milyen időszakban, hány órától hány óráig, mettől meddig lehet a belterületen égetni. Ahol nincs ilyen önkormányzati rendelet, egyáltalán nem lehet égetni. Külterületen is lehet égetni, amennyiben bejelentik a katasztrófa védelmi igazgatóságnak, hogy ők szeretnének itt és itt megadják a koordinátákat égetni, és természetesen be kell szerezni a környezetvédelmi hatóságtól is az engedélyt. Mi ezzel igazából nem foglalkozunk. Nekünk az a lényeg, hogy az esetleges tűzoltásnak a feltételei legyenek meg, legyenek ott emberek, akik a tüzet el tudják oltani, legyen megfelelő víz, hogy a tűz az ne szabaduljon el, és nagy területet égessen fel, hanem csak azt égessék le, amit szeretnének. Márpedig, ha az emberi felelősségvállalás nem változik, akkor viszont a szabályozás és a szakhatósági munka az, ami hangsúlyosabbá válik, azt gondolom. Hát van lehetőségünk arra, hogy bírságoljunk. Már magán a fecskendőn is van ilyen lehetőségünk, hogyha kimegy egy fecskendő egy ilyen helyzethez, de általában az szokott lenni, hogy mire kiérkezünk, a tűzesethez már nincs ott senki, és így nem tudunk szankcionálni. Nem is csak a szankciókra gondoltam, hanem mondjuk az engedélyeztetési eljárásoknál. Tehát, hogy a műszaki okokból keletkezett tüzeket leginkább úgy tudjuk megelőzni, hogyha szabályszerűen vannak akár az elektromos bekötések és mindenféle olyan berendezés, ami tűzveszélyesség szempontjából jelentős. Főleg a lakás tüzeknél van ilyen probléma. Az elektromos berendezések okoznak, főleg és a dohányzás még mindig viszi a prímet. Milyen arányban szerepelnek ezek a műszaki okokból keletkező tüzek? A lakástüzeknél a
dohányzás az körülbelül 80%-at kiteszi ezeknek a tűzeseteknek. A második leggyakoribb a tűzhelyen felejtett étel, és a harmadik az elektromos berendezéseknek a nem megfelelő minősége. Gombamód szaporodnak most a napelemek. Ezekkel kapcsolatosan mi a tudnivaló, mert azért ebben is van némi tűzveszélyességi kockázat? Új kihívásaink vannak, ugyan úgy napelemek is. Országosan 40 napelem tüzet jelentettek be eddig, nálunk is volt már 2, sajnos ki tudnak gyulladni, meg az elektromos autóknak az akkumulátora is, ha kigyulladnak, nagyon komoly problémát jelentenek. Ehhez van egy speciális eszközünk, az e-oltóláncsa, amelyet az akkumulátor központba be kell ütni, és ehhez van kapcsolódva egy tömlő, és ezt elárasztjuk vízzel, így tudjuk a gépjárműveknek az akkumulátor tüzeit megoldani. De nyilván a napelemeknek is, amikor kimegyünk egy ilyen tűzhöz, az első, hogy lekössük a rendszerről, és akkor már nyugodtabban lehet oltani, van nem okoz problémát. Hogyan alakult 2023-ban az iparbiztonsági szakterületük, az ipari területeken fordult elő komolyabb tűz? Nagyon sok veszélyes üzem van a megyében, felső küszöbértékű, alsó küszöbértékű és küszöbérték alatti üzemek, ezeket folyamatosan ellenőrizzük. Az üzemeltetőket ráveszik arra, hogy felelősségteljesen üzemeltessék a veszélyes üzemet, ami azt jelenti, hogy nem non-stop folyamatosan kell az üzemeket termeltetni, hanem időnként meg kell állni, a szükséges karbantartásokat el kell végezni, amit ki kell cserélni, szűrőket, különböző biztonsági berendezéseket, ezeket meg kell tenni, és csak így lehet biztonságosan üzemelni. Ezen kívül ezeknek a veszélyes üzemeknek vannak különböző tervei, súlyos káresemény elhárítási terv, belső védelmi terv, külső védelmi terv, amelyekben az szerepel, hogy egy esetleges veszélyesanyag szabadba kerülésekor milyen eljárást kell lefolytatni, és ezt gyakorolják rendszeresen, mi meg ellenőrizzük, hogy ez rendben van és megvannak-e a szükséges feltételek. Mi a helyzet a közlekedési balesetek során igényelt mentésekkel? Sajnos a közlekedési balesetek száma 14%-a emelkedett. Nyilván, hogy a társszervekkel, főleg a rendőrséggel van teendünk ebbe az ügybe, mert egyre több ezeknek a száma. Hogy áll a tűzoltóság, a katasztrófavédelem a műszaki felszereltség tekintetében? Rendelkezésükre áll-e elegendő eszköz, tudtak-e fejlesztéseket végrehajtani 2023-ban ebben a tekintetben? Hála jó Istennek, vannak új technikai eszközeink. Kaptunk két vadonatúj MAN típusú 4000-es, azt jelenti, hogy 4000 liter vizet tud szállítani, két fecskendőt, az egyiket Nyíregyházán, a másikat Mátészalkán helyeztük üzemben. Ezen kívül kaptunk még drónszállító terepjáró gépjárművet, amely azért jó, mert ha van egy kiterjedt szabadtéri tűzünk, vagy egy erdőtűzünk, akkor a drónnal be tudjuk határolni ennek a területét, és akkor a szükséges erőket, eszközöket oda tudjuk rendelni a beavatkozásra. Ezek a legfontosabb változások nálunk, az e-oltóláncsát azt már említettem. Hogy állnak személyi állománnyal? Tudnak-e elegendő számú munkaerőt felvenni, és ezek képzése megfelelően biztosított el? Nagyon sok megye bajban van a létszámmal. Mi hála jó Istennek nem vagyunk még bajban, vagy nem is tudom, hogy ez mennyire jó, mert nálunk még nagyon sok jelentkező van a tűzoltóságra. Nem lévén más munka lehetőség, vagy kevesebb a munka lehetőség, mint egy a nyugati megyékben, vagy akár Budapesten, vagy akár a Pest megyében. Nálunk 97%-os a feltöltöttség. 505 fő van jelenleg, ebből 322 a beavatkozó állomány. Mi az, amit nyújtani tud a katasztrófavédelem a dolgozóinak? Milyen pályai biztonságos megélhetést mindenféleképpen, és van a pálya ívünk természetesen, el lehet akár a beosztott tűzoltótól jutni, ahogy már nagyon sok példa volt erre, akár az igazgatói beosztásig, úgyhogy mindenki a marsal botot a zsebébe hordja, csak dolgozni kell, tanulni, és tisztességesen embernek lenni. Amennyire én tudom, nem csak a hivatásos állomány, hanem segítők is rendelkezésre állnak.
a tűzoltósokat? Természetesen az önkéntes mozgalmat mindig figyelembe vesszük, és próbáljuk fejleszteni. Önkéntes mentőszervezeteink vannak, akik elsősorban árvízi védekezésre, hiszen a legnagyobb veszélyeztettséget ebben a megyében mindig az ár és belvíz jelenti, de vannak különböző keresőkutyás, különböző bűszaki, logisztikai, városi kutatómentő csoportok. Tehát elég magas szinten, több mint 1000 fő van ilyen önkéntes mentőszervezetekben, és ezek mellett még ott vannak az önkéntes tűzoltó egyesületek, 39 önkéntes tűzoltó egyesületünk van, akik együttműködési megállapodást kötnek a hivatásos tűzoltó parancsnokságokkal, és beavatkoznak különböző tűzeseteknél és műszaki mentéseknél. Ezek között még van 6 olyan, amely úgynevezett BÖTE, tehát önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, aki vállalta, hogy bizonyos óraszámban évente készenlétet tart, és bármikor riasztható, önállóan be tud avatkozni. Ezért kapnak az államtól természetesen normatívát, amiből ezt tudják finanszírozni. Mik a legfontosabb célok, akár már most 2024-ben, vagy 2025-ben majd? Nekünk a legfontosabb célunk most 2024-ben, hogy az állományunk minél magasabb szintű felkészülést kapjon, mind elméleti, mind gyakorlati vonalon. Ezeket mérjük is, mert mindenfél évben a beavatkozó állománynak vizsgázni kell. Van egy e-learning rendszerünk, ahol a számítógép elé is kapja a szakmai kérdéseket, és válaszolni kell rá. És meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak. De éppen most néztem meg, hogy 26 féle képzési típusunk van, ahova a tűzoltókat beiskolázzuk, attól függően, hogy mire van éppen szükség a mentőtűzvédelemnek. Technikai fejlesztésben? A technikai fejlesztés az nyilván, hogy mi önállóan nem tudjuk ezt a vonalat fejleszteni. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság különböző Európa Uniós pályázatokon tud pályázni, és azért minden évben ezekből a pályázatokból a megyéknek is jut. Bízunk benne, hogy ez így is lesz. Dandár tábornok úr, köszönjük szépen, hogy beszámolt nekünk el. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Nyíregyházi Egyetemen tartott könyvbemutató György László közgazdász, szakpolitikus. A Középosztály forradalma című könyv inspirációt kíván nyújtani a fiatalabb és idősebb generációk számára. Emellett a szerző azt is cáfolja, hogy Magyarországon elvékonyodott volna a középosztály. A kormány biztos hangsúlyozta, 2011 és 21 között közel 2 millió fővel bővült ez a csoport. György László szakpolitikus, közgazdász, egyetemi tanár, valamint a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásaért felelős kormánybiztos látogatott el a Nyíregyházi Egyetemre, ahol nem csak az intézmény vezetőivel konzultált, de később az egyetemi hallgatókkal is találkozott egy általa írt könyv bemutatójának alkalmából. A Középosztály forradalma meritokratikus stratégia, a 21. századra című könyv egy új szempontrendszert mutat be a jólét növekedésének mérhetőségére. Ezek alapján György László arra a következtetésre jutott, hogy 2011 és 2021 között több mint másfélszeresére bővült a magyar középosztály. Ahogy a könyvemben kifejtem, a Középosztály forradalma című könyvemben, 2 millió fővel bővült a középosztály 2011 és 2021 között. Most már csak az a kérdés, hogy mit tekintünk középosztálynak, kit tekintünk középosztálybelinek. A szociológusok azt mondják, hogy ez egy életstílus, életforma, és ideérthetőek azok a szegények is, akik középosztálybelinek szeretik érezni magukat, szeretik kihúzni magukat, és azok a gazdagok is, akik valamit még letesznek az asztalra, nem kényelmesedtek el. David Beckhamet szoktam példának fölhozni, aki méhészkedik, rend és tisztaságmániás futballcsapatot szervez, ezért az arisztotelészi középosztály definíciónak megfelel, vagyis az az ember, aki az életében valamit felépített, ezért van veszítenivalója és van felelősségtudata, és a saját életét és a közösségének életét érintő döntéseket ezen felelősségtudatában hozza meg. Ezért fontos a középosztály megerősítése. Mivel én közgazdász vagyok, és a kollégáim is a Makronóm Intézetben, akikkel együtt dolgoztunk ezen a könyvön, ők is közgazdászok, ezért mi szeretünk exakt, kézzelfogható definíciót adni a középosztályra, és mi egy 4 pontból álló definíciót adtunk. Az első, az számít középosztálybelinek, aki
jövedelmi helyzeténél fogva oda tartozik. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, a International Labour Organization szerint az, aki az átlagbér 60%-ánál többet, kettőszörösénél kevesebbet keres, az középosztálybelinek számít jövedelmi alapon. De ez még nem elegendő, mert a vagyoni helyzet is fontos. Fontos az, hogy az Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala szerint megfeleljen valaki a középosztálybeliség definíciójának. Az Eurostat megvizsgál 13 kritériumot, és abból, hogyha több mint 5 nem teljesül, akkor szegénynek számít valaki. Ha nem tudja kifűteni a lakását, ha nem tudja fizetni a jelzálók hitelét, ha van neki, ha nincs autója, nincs internet kapcsolata, nem tud váratlan kiadást finanszírozni, nem tud elmenni egy hétre nyaralni. Tehát a jövedelmileg középosztályba tartozókból levontuk azokat, akik vagyonilag nem felelnek meg, a harmadik lépésben pedig levontuk azokat is, akiknek a lakhatása nem elégséges, tehát nem rendelkeznek állandó lakással, lakhellyel, és a negyedik, mivel azt gondoljuk magunkról, hogy nem kocka közgazdászok vagyunk, hanem van bennünk egy karika is, ezért azt mondtuk, hogy mi végre ez az anyagi biztonság, ha nem azért, hogy az emberben fölébredjen a lelki és szellemi fejlődés iránti vágy, és azt vizsgáltuk meg, pontosabban ezt vizsgálja minden országnak a statisztikai hivatala 7 évente, hogy az emberek rendszeres időközönként elmennek-e moziba, színházba, koncertre, sporteseményre, múzeumba, elolvasnak egy könyvet, és hogyha ez megtörténik, akkor számítanak középosztálybelinek. És hogyha ezt a 4 definíciót, ennek a 4-nek az unióját vesszük, tehát mindegyik igaz egy emberre, akkor Magyarországon 34,9%-ról 54,6%-ra bővült a középosztály, vagyis közel 2 millió fővel 2011 és 21 között. Magyarországon a KSH legfrissebb adatai szerint 2024 márciusában a kedvezmények nélküli átlagkereset nettó 414.300 forint volt, amelynek a 60%-a 248.580 forint. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint, akik ennél kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, azok a középosztály alatti társadalmi réteghez tartoznak. A könyvnek a küldetése az az, hogy bemutatja azt, hogy Magyarország ezzel a társadalom és gazdaságpolitikával, amivel 2 millió embert be tudott segíteni a középosztályba, visszatér Európának azon kulturális gyökereihez, amelyek Európát követendő példává tették más kontinensek, más világrégiók számára. Mert hogy arra a problémára a nyugati világban, hogy a középosztályok sorvadásnak indultak, az amerikai elméleti közgazdászoknak az a válasza, hogy ha már a gazdagok ultragazdagok lettek, a szegények meg szegények maradtak, akkor vegyük el a gazdagoktól és adjuk oda a szegényeknek. De mivel mi éltünk a kommunizmusban, mi ide nem szeretnénk visszamenni, és mi azt mondjuk, hogy vegyük el a spekulánsoktól, vagy azoktól a közgazdasági terminológiával élve járadékvadászoktól, akik nem attól tesznek szert sok pénzre, mert valamit jól csinálnak, hanem azért, mert megváltoztatták a piacot, elhajlították a teret, vagy pedig megváltozott körülöttük a piac. Például az olajtársaságok az orosz-ukrán háború hatására soha nem látott nyereségekre tettek szert. A kiskereskedelmi láncok abból, hogy a családokat azzal támogattuk, hogy szép kártyával boltban is lehet vásárolni, nagyobb nyereségre tettek szert a korábbi időszakhoz képest. Ez nem azért van, mert ők valamit jobban csinálnak, hanem azért, mert megváltozott a piac körülöttük. És azt mondjuk, hogy amit tőlük elveszünk különadók formájában, amit az államadósság kamatterhelyén megspórolunk, 2, és 3, amit a gazdaságfehérítéssel megspórolunk, ez körülbelül a GDP 5%, ez 4000 milliárd forint, ez rengeteg, a fejlett országok köznevelésre a GDP-jük 3,4%-át költik. Mi ezt a pénzt, tehát ezt a 4000 milliárd forintot minden évben nem a szegényeknek, hanem a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó középosztálynak csoportosítjuk át, tehát azoknak, akik tesznek a sorsuk jobbra fordulásáért, és ezzel a szegényeknek is a legtöbbet segítünk, mert az Európai Unió statisztikái szerint nálunk csökkent a leggyorsabb ütemben a szegények aránya az egész Európai Unióban 2014 óta, még akkor is, hogyha van tennivalónk ezen a területen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!